Retro Philips rádió. Egy kicsikét szét van esve, gombok azok szabadon pörögnek, de egészen egybe van. Amúgy 1936 és 37 között gyártották. Tök menő, kihagyható. Skálával. Bár a húrozás az nincsen egybe, skálamutatót sem látok. Jó koszos szegény. Itt van az antenna bemenete. Ide lehet kötni lemezjátszót. Ide külső hangszórót. És ez maga a hálózati csatlakozó. Először azt hittem, hogy ilyen vasalagdugós, vagy rezsódugó, ki hogy ismeri, de nem. Hanem sima villásdugó, átmérő és távolság. Itt van például egy régi TR-osztó konnektorhoz. És ide belemegy. Na ezt az áramellátást meg kell oldani. Valahogy biztonságosan. Persze feltéve, hogy működik a készülék. Ezeket a kapcsokat is meg kell igazítani, mert szörnyű állapotban vannak. Látszik, hogy egyszer-kétszer úgy erőltették le a hátlapot. Hangszóró. Ez itt maga a skála húrozás, ami szét van esve. De amúgy minden benne van. Csövek is megvannak. Először szét kell szedni, és egy nagyon nagy takarítás kell neki. De emiatt még bármit csinálok egy régi készüléknél, mindig az a legfontosabb, hogy ezek még 220 voltos állásban vannak. A transformátoruk, mert ezek változtatható feszültségűek. Ezt mindig át kell rakni 240-re, vagy 245-re. Itt 245. Mert régen a hálózat 220 voltos volt, ma 230. Sőt, néha kicsit több is. Úgyhogy a készülék biztonsága érdekében, hogyha be akarjuk kapcsolni, ezt mindenképpen át kell állítani nagyobb feszültségre. Most szét kell rámolnom, és kitakarítani. És megnézni, milyen károk vannak benne. Kiimádtam a dobozból a készüléket, ami nem volt egyszerű. Ebben is van piszok bőven. De nem ez az én gondom. Itt vannak újabb és újabb problémák. Mint például itt a hangszóró. Csini kis ruhába. És ezen volt egy, vagyis van egy forléc. Amit ketté van törve. Amúgy nagyon rövid itt a vezeték, azért gondolom, aki előttem bütykölte, az eltörte, mert csavarok is hiányoznak. Ezzel próbálkoztak. Amit nem értek, az a konstrukcióban, hogy ezen a forlécen, ami a hangszorot rá volt csavarozva, és rá van csavarozva a darabja, azon rajta van a skála világításnak a dizójának a tápja. Hogy ennek mi köze a hangszóróhoz, nem tudom, de az a rövid vezeték miatt törött ez el. Ezt lehet, hogy még meg kell ügyködnöm. Mert a hangszóró kábel az innen jön, erről a trafóról, mert ez a leválasztó trafója. Itt van szétesve a húrozás, ahogy mondtam. Ilyen vékony drótszállal működik. Ez maga a forgókondenzátor. Itt van a kapcsoló is, ez a harmadik vezető, ez a kijelzést módosítja. Ez arra való. Most az lesz, hogy mert letakarítom. Hát nem tudom, próbálkozok valamivel. Lehet, hogy ezt az izzó átkötést én ezt meg fogom szüntetni. Ez így nagyon rossz. De meg kell mérni a trafót, hogy egyáltalán működik-e. Mert a kapcsokon ellenállást nem mérek, és az már baj.
Ez itt az alja. Ugye ebben a korszakban még nem volt nyáklap, hanem csak forlécek voltak, meg a foglalatokra mentek a vezetékek. Sajnos itt is van egy logicáló vezeték. Ugyan kapcsolást találtam hozzá neten, de nem biztos, hogy ezzel boldogulni fogok. Meg az a kérdés, hogy ezek a kondenzátorok mennyire épek, mert ezek szeretnek tönkre menni, és hát manapság ilyenek nincsenek, csak modern kondenzátorokat tudnám pótolni őket. Itt is körül kell nézni. Mondjuk az érdekes, hogy ilyen gumikon volt rajta a főpanel, és ezek a gumik még mindig épek. Nincsenek szétrohadva. Amennyire lehetőségem volt, kitakarítottam. Még a piszok annyira őket nem zavarja. Egy rakás tekercs. Egy cső. Még egy cső. Ott van egy picúr. És még két nagy cső. De nagyon faszák ezek a régi országok, csak óvatosan akarom. Nem akarsz most Kína foglalatba. Jó van. Nem muszáj. Erről is egy kicsit, mert elkezdett lepattogni ez az aranyszínű valami. Egyszerűen gyönyörűek. Hogy is voltál? Szerencsére nem lehet hülyén bedugni. Rosszul bedugni. Ott is el van törve a foglalat. Még láttam való még csúnya dolgokat. Ő itt a hangszóró. Ledobattam vele a rucit. És ahhoz képest, hogy mennyi idős, ha egyenesen be tudom jönni, ez tökéletes. De mivel nem zárt, nincsen zárt védő a közepén, ezt most le is állítom a pofájára, mert ha belehullik valami, mérges leszek. Ez itt a hangerő lesz. Belül is van egy potméter, az még gondolom lehet hangszín. Ez meg kiderül. Ő a forgókondenzátornak a kereke. Sima skálahúros madzaga van megoldva az állítás, csak az is le van ugorva. Az ott hátul futott. Ott, ezen fut, ezen az élen. Közben ott van belül a forgókondenzátor. Arra ott nagyon vigyázni kell. Szerencsére a zárt házban van. És a skála mutató, az is szinte le van ugorva, az ment ezen a keréken. Egyiken megy föl, meg a másikon. És van itt még egy vezető, azt a módválasztó, vagy minek sávválasztó kapcsolónak a húrozása. Az a felső. Ott van bent a maga a kapcsoló. Úgy. És azért megy föl, mert itt az oldalán ott vannak a jelölések. És ugye ez meg van világítva a hátulról. Próbálom mutatni. És ahogy váltom a váltókapcsolót, úgy tologatott valamit. Majd ha működik, és világít is, akkor majd megmutatom, hogy néz ki. Csak tudjam föltámasztani. Sajnos egyre több problémát veszek észre rajta. Sajnos több bajság is van. Szóval mutattam ezt a leszakadt vezetéket, ezt ki kell deríteni, hogy hova megy. Van itt egy kondenzátor, ami elkezdett
szétmenni. Mondjuk ez nem biztos, hogy baj még, de van itt egy ellenállás. Hát ő meg van égve. Az már baj. Ez a kondenzátor is meg van repedve. Sajnos az is baj. Meg még azt hiszem láttam még valahon valami. Hát nem, talán máshol már nincsen baj. Úgyhogy most elő kell kapnom azt a kapcsolási rajzot, amit szerencsére találtam hozzá. És kitalálni először is, hogy hova megy ez a vezeték. Miért nem mérek a hálózati trafon ellenállást, vagyis a bemleti kapcsokon, miért nem mérek ellenállást? Hát nem tudom, hogy lesz ebből valami, de mindent megteszek. A hálózati trafóval szerencsére tévedtem, működik az, csak ki volt kapcsolva a főkapcsolója. Mert ezt ki lehet kapcsolni még ugye, abból a korból való. És hogy miért kell ezt a kapcsolat átrakni 220-ról 240-re? Vagy 245-re? Gondolom az ember ez a 25 volt nem igazán számít. Na most itt számít, mert itt nem egy 10-12 voltos feszültséget állít el ez a transformátor. Például trafó után itt vannak ezek a kondenzátorok. Ott van 350 meg 500 volt. Ugyanis a csövek, nem tudom ezek mennyire elmennek, de szerintem minimum 150 volt, 200 volt kell nekik. Szerencsére van hozzá némilyen dokumentáció, eléggé szedett-vedett. Ez alapján talán megtalálom, hogy hova mennek a leszakadt vezeték, meg melyik kondenzátor a rossz. Van egy kapcsolási rajz is. Ott vannak a kapcsolók, a csövek, és ugye, amit az előbb kondenzátorokat mutattam, azok ezek itt. Szóval itt nem kis feszültség van. Szóval ami a bemeneten 25 volt, az ott a kimeneten is igencsak tekintélyes különbséget okozna. És hát ez egy precíz készülék. Nem olyan, mint a mai szutykok, ahol mindent elintéz egy processzor. Sajnos rá kellett jönnöm egy ronda dologra. A leszakadt vezeték az ide megy az antenna kapocsra. Sőt, ez még oké, hogy leszakad innen, valamiknál fogva, de bemenne oda az első tekercshez is. Ott is el van szakadva, látszik. Na most az kizárt, hogy ott magától elszakadjon. És akkor még most jön a plusz. Van itt ez a kondenzátor, rákötve az antenna kapocsra. Ennek itt semmi keresnivalója. Nincs rajta a kapcsolásom. És ahogy nézegetem az egészet, a dolog úgy néz ki, hogy ezt a szűrőtagot, meg ezt a kötést egyszer levágták az antennáról, és az antennát egy kondenzátorra bekötötték ide. Gyakorlatilag ezt az egész részt levágták az antennáról, és közvetlenül a csőre van kötve. Vagyis majdnem közvetlenül a csőre. Hogy ezt mi a francért kellett csinálni, nem tudom. Valami elromolhatott, de hát így nem fog működni a rádió. Na mindegy, ezt a részt békén hagyom, ez a működés szempontjából attól még elindulna, csak hát nem lesz majd rádióvétel, gondolom én, mert ez így nem működhet. Úgyhogy megyek tovább. Jó, kicsesztem magammal, ugyanis ennek az ellenállásnak semmi vaja. Csak szutykos volt. Ez egy teljesen normális 100K-s ellenállás. Cserébe viszont szépen letört a lába. Most vissza kell eszkábálnom. Ide. Az ellenállást visszaraktam. Itt a lábat összeforrasztottam. Igaz, csúnya, de hát csak itt tudom berakni. Ő volt a repet kondenzátor. Őnek is elvágtam a lábát, mert innen kiszedni teljesen lehetetlen. A lábában megoldva, itt össze vannak csavarva a lábak, ott meg a foglalatban bele van fűzve. De ezt is levágva nincsen semmi baja, csak a burkolata van megrepedve. Ennek 100 nanósnak kellene lennie, és minek rajta vagy 400 nanót. Ellenállása nincsen. Szóval az a kondenzátor jó.
Most van az, hogy vissza kéne kötni a hangszórót, és megpróbálni áramban lehelyezni. Na, most jön az izgalmas rész. Hangszórót visszakötöttem. Minden bedugva, mérve probléma nincs. A trafó az 40 ohmos. Hát jó kis teljesítmény vesz fel, az biztos. Ízon keresztül fogom kipróbálni. Ez egy, ugye a konnektorról a sorba kötött izzó. Hogyha itt baj van, zárdott van, vagy bármi, az izzó viszi a leadott teljesítményt, ő világít. Szóval ez megvéd engem is, meg a kütyüt is. Ezt a TL-osztót simán rá tudom dugni el a kapcsokra. Így. 245-ös állásban ellenőriztem. És ilyenkor... És most kell izgulni. Ilyenkor nekem is telagatjám. Mert ha ez... Ki tudja, évek óta nem működött. Ha be most megromlott valami közben, ott a hűvös pincében, ahol volt, akkor itt puk lesz. Nincs puk. Lehet, hogy ez így kevés lesz egy kicsit. Mindjárt megmérem a kapcsokon, hogy mennyi áramot kap. Hát csak 180 voltot. Ez így kevés lesz. Megpróbálom direktbe. Azért lengyosodtak a csövek. Szóval azért a fűtés valamennyire elindult. Még egyszer, 245. Sajnos leválasztott trafon nincsen. Továbbra sem látom, hogy lenne fűtés. Ó, de. És működünk! Ó, gyakorlatilag fejjel lőtte Andus Adrián, vagy Melkassal blokkolt Adrián, ugye ön is Németországban kézzel adnázik a Melzunger játékosa, oldal bedobással jöhetnek az osztrák. Az viszont nem hagy nyugodni, hogy itt miért variálták át a bekötést az antennának. Kikerül egy rakás rezgőkört, elvágták a két vezetéket, és ezt direktbe bekötötték ide. Egy csomó dolgot átkötve. Úgyhogy én ezt most szépen helyre fogom állítani, és kipróbálom úgyis a rádiót. Sajnos észrevettem azt is, itt bütykés közben, hogy az egyik csőfoglalt is ripityára van törve, úgyhogy a csövet nem is szabad kihúzni, mert kijön az érintkező. Hogy ezt el ne felejtsen mondani a gazdájának, hogy azt a csövet nem piszkálni. Helyreállítottam az antennakört, ez megy itt a kapcsoló fele, és ott benn visszakötöttem a tekercset is. Most ismételten jön egy teszt. Sajnos úgy, hogy visszakötöttem az összes tekercset, az eredeti gyári állapotot az antennakörnél, és sokkal gyengébben jön a Kossuth. Úgyhogy nem véletlenül csinálhatták azt a kukkányalást, lehet, hogy az lesz, hogy visszaállítom úgy, ahogy volt, és legalább Kossuth rendesen fog szólni rajta. Közben viszont sajnos rendkívül ügyes voltam, és a skálamutató húrozását, ami egy fémszál, hozzáérintettem a hangszóró kimenő trafójához. És ezt szép nagy cikra kísérletében elégettem. Úgyhogy azt a húrozást nekem pótolni kell valamiben. Úgy döntöttem, hogy marad a gyári beállítás, és igazi, nagyon tennem kell hozzá. Például a konnektor földeléshez hozzákötve egész tűrhetően jön az adás. Egész jól működik ez a rádió. Ja, és a húrozást is visszaraktam a kerékre.
forgó kondenzátor kerekét már rendesen működteti a beállítószerv. Ezen csak le volt ugorva a madzag, mert az hátra volt csúszva a tengelyem. Ezt a vékony drótszálat kell majd pótolni valamivel. Tök jó az a rádió. Mielőtt még nekiállnék összeszerelni a fúrozást, ki kellene pucolni ezt a skála részt. Szétszedtem apró darabokra, mert ugye eléggé koszos, és eléggé nehezen fogja így átvilágítani az izzó. Megpróbáltam minden alkatrész helyét megjegyezni, de ez a rugó, hogy ez honnan ugrott ki, azt nem tudom sajnos. Majd összeszereléskor kiderül. Legjobban erre kell majd vigyáznom. Hogy erről lenne, hogy szedjem a feliratokat. Az ilyen régi dolgokat maximum csak szappanos vízzel szabad mosni, mert bármiféle tisztítószer leszedheti a festést, erről főleg, meg bármi kárt okozhat. Elmosogatás után azért kicsit jobban néz ki. Hát a karcolásokkal nem tudok mit kezdeni. Az embléma is milyen szép. Az izoleti fényszóró műanyag is milyen szép színű lett. És a skála is megúszta teljesen. Ugyan karcos, de gyönyörű. Most szárad egy kicsit. Addig is. Itt is van mit elpucogatni. A mozgórészek kivételével, ami lehet, hogy majd kap egy kis új gépzsírt, több részt egy kicsit el kell törölgetni. Főleg a skála mutató, mert ennek is fényszóró funkciója van. Egy kicsit átörögettem a dolgokat. Persze túlzásban nem vittem. Őt egyáltalán nem zavarja, hogyha koszosak az alkatrészek. Csak ne potyogjon róla a porral keveredett kövédermed gépzsír. Skála mutatónak is milyen szép színe van. Őt sem kell túlságosan bántani. Ő mutatja a funkciót, hogy melyik állásban van éppen. Ez is milyen szép formásra van vágva. És ugye, hogy a kapcsoló húzza a húzalt, ez így vándorol. Egyszerű és nagyszerű szerkezet. Hát eléggé kopott, szutykos. Nem tudom, a kárpitot ki tudom egy kicsikét tisztítani. Meg ugye voltak itt ilyen filt csíkok. Ugye, hogy az a fölhagyható skála doboz, az úgy is maradjon. És vagy ezeket megpróbálom még tisztogatni, és akkor még jó lesz, vagy potolom valamivel, ez még kérdéses. Itt is volt valami rugós feszítő dolog. Már azt is ki kell találni, hogy hogy volt, mert ez is csak kipottyant. Meg... Hát, itt van egy törés. Nincsen leszakadva, de lötyög. Lehet, hogy ezt is megpróbálom megragasztani. Majd mosás után kiderül. Doboz mosogatás után most jön az a rész, hogy ezt nekem össze kellene raknom. Mivel eltelt 2 nap, menni, ha dolgozni is kell. Nem vagyok benne biztos, hogy mindennek tudom a helyét. Robbantó tábra nincs hozzá, az nincsen segítségemre, úgyhogy most ügyesnek kell lenni. Összeraktam a skála dobozát,
de szinte biztos, hogy nem úgy, ahogy kellett volna. Persze az emberek mondani ezt, hogy fölveszi a szétszedést, akkor látná, hogy hogy kell összerakni, de nekem nem volt ennyi eszem. De minden működik rendesen. Ez nem súrlódik, a skála mutató szépen jár. Ott oldalt a funkcióválasztó mutató is szépen jár. Nem súrlódik semmi. Össze van ez rakva. Viszont, hogy ez a rugó mit csinált, vagy kinek hiányzik, minek hiányzik, fogalmam nincs. Remélhetőleg nem fog belőle hiányozni. Arra gondoltam, a skálamutató leszorítója volt valamilyen úton módon, de nem stimmel, mert nincsen szüksége a skálamutatónak erre. Hátra billenéstől. Ez védi. Előrefele. Meg a skálaplexi legtetején van egy kicsike filc darab, úgy támaszkodik erre rá. Szóval ez így jó. Nem tudom, mit csinált az a rugó. De nem hiányzik neki. A skálamutató húrja. Ugye én eldurantottam a végét, és azt gondoltam, hogy kicserélem, de eszembe jutott valami. Mivel ez forrasztható, mint ahogy a hurok a végén is forrasztva van, megpróbálom a két elszakadt szálat összeforrasztani, és befűzni a helyére, és meglátom, hogy működni fog-e. Egy próbát mindenképpen megér. Hát nem egy remek mű, de egy próbát megér. A vezetőben nem akad. Sajnos nem nyertem, mert visszarakva a húrozást, a szakadás összeforrasztva, ugye ez itt a keréken, ez feszíti a húrt, ezt teljesen meghúztam, ez feszíti azt a fémszálat, ami a skálahúrozást vagy alkotja, és ezt ide vissza kéne akasztani, és itt hiányzik legalább egy centi, hogy ezt visszarakjam. Rövid a húr. Itt most valamit okoskodnom kell. Arra gondoltam, hogy itt amit csak simán a kerék feszít, meg ez a feszítőn rajta van, ezt egy kicsit megtolom, egy pár centis vezeték darabba. És akkor szerintem jó lesz. Összeraktam a húrozást. Itt a feszítő, ez rugósan húzza. Itt a toldás, és a drótszál jön erre a kis kerékre, erre lefordul, rá a nagyra, itt belecsatlakozik ebbe a közlőbe, ezt ide vissza kellett forrasztanom, ez okozhatta a leugrást is. Megy itt a kábel, ez a bevezetőbe a drót, itt jön, ott a skálamutató csavarja, végig, vissza, ide be, és itt ráfut erre a kis kerékre, és ott a másik szál vissza a feszítőre. És ugye, ahogy tekerem, ahogy mutattam, ott már azt visszaraktam, az ott hátul fut, és ahogy tekerem, oda megy be a drót, itt húzza a drótot, és megy a skálamutató. Van egy csúnya hangja, lehet, hogy meg kéne kenni azt a tengelyt. Meg ahol összeforrasztottam a drótot, ott van egy kis akadás, amikor belefut ebbe a közlőbe. Ugye ott meg van vastagodva a két összeforrasztásnál. Hát nem vagyok biztos a dolgomban, hogy ez ilyen szépen megy, de mondom, olyan sokat nem lesz tekergetve. Működik. Gondolkoztam, hogy újrahúzom az egész húzalozást, másik drótot rakok bele, de nem tudom, milyen drót lenne ide alkalmas. Úgyhogy ez így marad. Még az van vissza, hogy a hangszóróra rácsavarozott forléc, ami ketté törött, ez így nézett ki, ugye? Ezt meg kell oldani. És ez a csavaros rész.
Rögzítette a hangszóron. Na most, ez a forléce a hangszórónak lényeges. Ez a két kábel a hangszóró. Itt nincs plusz-minusz, mert traforról megy. A másik két szál az a skála világítása. Azon a zizon egy jó hosszú szál van, és a foglalatán egy jó hosszú szál van. Azt fogom csinálni, hogy ezt a kötést én meg fogom is szüntetni, és az izzó vezetékét közelden rá fogom forrasztani a trafóra. Itt két kábel megszűnik, és akkor itt egyet kiszedek, itt rögzítve fogja a csavar, mert ugye ez a testelő kábel, ez fontos hangszorónak, és itt marad ez a két szál, és akkor ez meg lesz így oldva. Hát közben át kellett értékelnem a dolgot, mert ez a vezeték, ez igencsak beteges. Lehet, hogy meg sem tudom rendesen forrasztani, úgyhogy az lesz, hogy ez az izzó vezetéke. Úgy, oda megy. És össze fogom kötni ezekkel a kábelekkel. És kap egy kis modern zsugorcsövet, hogy ez semmilyen se érjen hozzá. Ugye, ez lesz a teste a hangszorónak. Innen már kiszedtem egy érintkezőt. Oda megy majd a csavar. És így megy össze az egész. Ennyi kis modern technika került bele. Erre a trafó, így szépen össze van forrasztva. Ha nem tökéletes a forrasztás, de egyben marad. És ott az izzó. Úgy áramkörleg nagyjából én szerintem meg vagyok mindenne. A megszáradt doboz is egész pofás lett, és kis lemosás után tűnt fel, hogy itt a törést megjavították, megszögelték. Hát én úgy gondolom, hogy ezt nem szedem szét. Mert lehet, hogy csak rosszabb lenne. Teteje is kopott. Ennél jobban nem szabad elmosogatni, mert csak baja van. Baja lesz. Ami a belsőt illeti, ott mosogatás nem volt, ugye? Mert minek? Ezeket a kis hátlaptartókat is meg kell igazgatni, mert egyik másik nagyon el van görbülve. Amúgy minden rögzítés jó. Ezt kell megigazgatni. Itt volt az a rugós valami, ami nyomta szerintem a filcet, hogy talán jobban szoruljon ez a fölnyitható skála. Majd kiderül. Itt ragasztani kell, szintén. És amit még talán nem mutattam, ott a csőtérkép. A csövek, meg az izzó is. Amit most megcsináltam kötést, az kb. 4 voltos vezeték, és arról megy az izzó is, ugye, meg a csövek fűtése is. Ez a 136, ez nem tudom mit jelenthet. Lehet, hogy a 36-os évjáratot jelenti. Mert nem tudom, korábban mondtam, 36 és 37 között gyártották ezt a rádiót. Most ide is egy kicsit visszapofozzuk a dolgokat. Ahogy kell, és akkor, ha minden igaz, már lehet összerakni. Ugye, mivel ez a rész is szét volt esve kicsit, ez le volt lazulva ez a hajlított lemez. Ez ott van bent. Szerintem ez úgy működött, hogy van ez a rugó. Ez benn volt itt. Előtte volt ez a lemez. Csak így egy kézzel nehéz. Nem is tudom berakni. Ugye ez, előtte volt ez a lemez. És az nyomta neki ezt a filcet a skála dobozának. És ez így nem kop, így hiába kezdett el kikopni, sosem lazult ki ez a fölnyitható skála. És ugyanúgy szorult, mint újkorában, mert ez a rugó ezt az egészet nyomta neki.
Ez egy rohadt zseniális ötlet. A filcláb maradékait kiszedtem, de mivel nem tudom beragasztani más, mert ott maradt a ragasztó maradéka, arra sosem feküdne föl, kapott néhány ilyen filckockát, és ezen fog állni a ház. Az a lényeg, hogy bármi bútorra rárakják, azt ne karistolja össze a fa. Úgyhogy most már csak az van vissza tényleg, hogy összerakom. Még a hangszóról rá kell dobni a kis ruciát. Ez is kellett most, mert írtó büdös volt, büdös bogár szaga volt. És utána már csak próbálni kell. Visszadobtam a rucit a hangszóróra. Egész pofásan néz ki, hogy kimostam. Összeraktam a rádiót. Alul, ami hiányzott csavar, rögzítő csavarok, azokat pótoltam. A hangszóró bekötése ott van. És most itt is kellett csalnom, mert maga a hangszóró kábelei, a vékony kábelek, amik rámentek a közvetlen hangszóróra, azokon is fölcsúszott mindig a szigetelés. És ha itt zárra tesz, az úgy nem jó. Úgyhogy itt is zsugorcsöveztem egy kicsit. Vissza tudtam erőltetni a filcet a skála doboz mögé. Csúnyán néz ki, de nem tudom pótolni, nincs mivel. A váltókapcsoló mutatója nem fut egyenesen, de ezzel sem tudok igazán mit tenni. Nem túl szép, de működik, ez a lényeg. Skálahúrozás is szépen működik. Ott megy a mutató. A szőrcsögő hangot az okozza, hogy ahol összefoltoztam a drótszálat. Az kicsit karistolja ennek a fém belsejét, de ettől nem lesz baj, csak csúnya a hangja. És itt is látszik egy fő probléma, hogy ez ugye a hangvégfogcsöve, ennek a foglalata ketté van törve. Ezzel sajnos nem tudok mit csinálni, mert most kiforozhatnám, kiforom a szegecseket, és talán össze tudom ragasztani, de ez okkal törött el. Most én megpróbálom kiszedni, lehet, hogy még jobban széttörik. És pótolni nem tudom ezt a foglalatot sem. Egy láb van, ami kijárna, de azt is betámasztja szépen a cső, ha ezt így nem piszkálják, az nem fog szétesni. Igaz, kicsit csámpás az egész, de ez ilyen is volt. És most már csak azon vissza, hogy megpróbál megoldani ezt az áramellátást. Hálózati csatlakozó ügyileg azt álmodtam meg, hogy van nekem egy ilyen igencsak viharvelt konnektorom. Ami még törött is, az egyik földön és érintkező is le van törve. Egy konnektornak amúgy sem jó. Ugye azt találtam ki, hogy ennek ugye a belseje igencsak egybe van. Ez még ilyen régi típusú, nem csak egy lemez van benne. Ez lenne maga a csatlakozó, benne marad ebbe a dobozba. Ez belekötve egy kábel. Ezek itt le lesznek törve, útban vannak, úgyhogy rámenjen a két érintkezőre a konnektor. És kap egy műanyag fedlapot. Így. Csak ezt így szépen rá lehet dugni a rádióra. Sőt, ebbe be lesz kötve még egy vezeték, a földeléspontra, amit a rádió ugyan nem használ, de mint lehetett látni, antennának igencsak megfelel. Ez szerintem nagyon jól lesz ehhez a rádióhoz. Így néz ki a csatlakozó. Konnektor bekötve, a földkábelen van egy hosszabbítás, azon van a kis banándugó, ami volt a rádión. Először ide akartam forrasztani a földeléspontot, de ez itt tudva van, úgyhogy inkább csak zsugorcsöveztem. Ez így rámegy. És ez a csatlakozó. Így össze van csavarral, két csavarral. Ez a kiemelkedő rész, ez bemegy
ide. Itt úgyis rongyosra volt cincálva, egy picit lecsíptem belőle. Úgy. Ez ott rácuppant. Ez meg a test mint antenna. És készen van. Sajnos közben jött még egy kis probléma. Ez itt az egyik középfrekvenciás cső. És ahogy lehet hallani, most sípol a rádió, mint a veszedelem. És az a gond, hogy ez a cső lelazult az aljáról. És ez a hurok, ez itt földelné ezt a fényborítást, ugye árnyékolná. És hát... De mit jelent ez nekünk, önöknek? Így már mindjárt jó. Hát ezt még meg kell oldanom. Csak ez a baj, ez a réteg, ez potyog le róla. Azt tudtam kitalálni, hogy ezt a testerelő drótot letekertem a csőről, szétforrasztottam, és volt az a kis laprugó, ami a skálából kimaradt, és nem találtam a helyét. Azt ketté törtem, és a dróttal idefogadtam a cső oldalához. Rá is forrasztottam, hogy ott is maradjon, de amúgy nyomja a csövet, mindkét oldalt, és rendesen visszaforrasztottam a drótot is. Ez most már ezt az árnyékolást testálni fogja rendesen, és nem fog gerjedni. Ezen a sávon itt van az egész világ. Bár a engedélyezte, hogy a parlament előtti téren demonstráljanak, végül mégsem mentek be a belvárosba. Azt mondják azért, mert a tüntetést egy politikai párt hirdette meg, amelytől el akarnak határolódni. Sajnos a működése nem túl stabil. Még a hangerőpótméter is vacak, de azon sem lehet segíteni, mert zárt. De egy 1936-os rádiótól ez nem is várható el, hogy tökéletes legyen. Működik. És ez a skála gyönyörű.